Jó estét kívánok, köszöntöm a hétközben valamennyi kedves nézőjét. Déli szomszédunkban dúló háború csitulásával, talán már mondhatjuk végeztével, megnőtt hazánkban a horvát bevásárlók száma. Igaz, ez a forgalom már meg sem közelíti a karácsony elejét, de mégis sokan vannak olyanok, akik bosszankodnak, ha hosszú a sorban állás a pénztár előtt, és azt mondják, hogy vajon mi közük van nekik ehhez az egészhez. Pedig az érintett településeknek és önkormányzatoknak mindez igen sok hasznot jelent. A most következő 21 percben látható riportfilmünk ezt a témát dolgozta fel. Aki a riportot készítette, Ruzsicska Mária, de még előtte elmutatom az adás hívható telefonszámát. 72-es körzetszám 210-224. Ezen a számon tehetik meg észrevételeiket és mutatják el kérdéseiket. 1995 első 10 hónapjában 3,5 millió horvát turista lépte át az országhatárt a Barcsi és a Dráva-Szabolcsi határátkelőkön. A karácsony előtti bevásárlórohammal pedig igencsak megemelkedett ez a szám is. A január végi forgalom jelentősen elmarad ettől. Hát, hogyha múlt év decemberhez számítom, akkor körülbelül egy 10-15%-kal kevesebb, mivel ünnepek előtt jóval többen jöttek bevásárolni. Viszont, hogyha elmúlt év januárhoz viszonyítom, akkor ugyanakkor a forgalmunk. Jellemző, hogy reggeli órákban, tehát olyan 7 órától 10-11 óráig van a nagy forgalmunk belépőre, mivel mennek a boltokba, és általában 14 és 17 óra között van erősebb forgalmunk kilépő irányba. Ez naponta, ha átlagolni lehet, hány belépést jelent? Hát a csütörtöki nap a legerősebb, ilyenkor 5-6 ezer fős a beléfő forgalmunk, a másik napokon olyan 3-4 ezer közötti. Kimondottan a bevásárló turizmus a jellemző, a 100%-uk a boltokba jön bevásárolni, jellemző, hogy tejterméket, füstölt árut, valamint építőanyagot visznek ki. Vannak-e nagy túlkapások, hogy olyan mértékben visznek ki árut, ami már az engedélyezettet jelentősen meghaladja? Nincsenek, végül is amennyit hivatalosan bevált, abban értékbe árut vihet ki. A bevásárlókat már a határközségben is számos üzlet várja, de a horvát bevásárló turizmus mekkája Harkány és Siklós. A település életében mindenképpen meghatározó dolog ez, hisz nagyon sok kereskedő, vendéglátó, és ebből él tulajdonképpen a bevásárló turistából, illetve a fürdő forgalmában is meghatározó, hisz nem csak kereskedni jönnek ide ezek az emberek, hanem, mint ahogy említettem, megjelennek a vendéglátóhelyeken, költenek is, és a fürdőbe is megjelennek. Most, ha azt nézzük, hogy Harkány idegenforgalma mellett iparilag egy ellátatlan települése, így nézzük, tehát nincs ipara Harkánynak és térségének, akkor úgy gondolom nagyon fontos az, hogy a kereskedelem, a vendéglátás és az idegenforgalom területén minél magasabb színvonal jelenjen meg, hisz az itt élőknek a megélhetését ez biztosítja. Már a tavalyi év során gombamód szaporodtak meg a sátrak a Harkányi piactéren, és közöttük nem csak magyar vállalkozók árusítanak, hanem igen nagy számban a külföldiek is, azok, akik akár menedékesként érkeztek ide, akár más megfontolásból, de végül is ide hozták át a pénzüket, itt ruháztak be, illetve itt próbálnak meg abból megélni. Ez a muzulmán nép, tehát ez a boszniai népnek a biznic vénája sokkal erősebb, mint nekünk magyaroknak. És ezért ők próbálkoztak kezdeményezők lenni. Most a másik oldalról persze megjelent az is, hogy az a menekült ügyi hivatal által biztosított segély, amit az önkormányzat számukra nyújt, az nem elegendő ahhoz, hogy egy elfogadható szinten éljenek. Ahhoz elegendő, hogy egy fél évig itt vannak és kibekkeljék az idejüket, de hogy évek hosszú sora után is tehetetlenül várják, hogy mi történjen velük, arra nem elegendő. Ennek szellemében ők elkezdtek vállalkozni, a magyar szabályok ezt nem tiltották, a törvények is betéti társaságokat alakítottak, amit nagyon könnyű. Ezt követően a sátrazással elindították a vállalkozásaikat. A következő lépcsőfokban jelent meg, hogy a magyar sátrasok is, látva, hogy a forgalom egyre jobban megjelenik, elkezdtek vállalkozni.
Ez pedig megnégyszerezte az önkormányzat bevételét, hiszen a kezdeti 30 sátorhoz képest ma már 160 sátor áll a harkányi piacon. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a harkányi fiatal munkanélküliek száma is. Nagyon sok a közös vállalat, tehát horvát-magyar vagy magyar-muzulmán vállalkozás, hiszen az egyiknek van tőkéje, pénze, de nincs nyelvismerete, vagy fordítva, és nagyon sok az olyan eset is, hogy magyar vállalkozók, magyar kereskedők külföldieket alkalmaznak, hiszen a nyelvtudásuk az igencsak fontos ebben a régióban, mert hogy a horvát vásárló is kizárólag azt a nyelvet beszéli. Az önkormányzat oldalán elsősorban magyarokat próbáltuk az utóbbi időben már előtérbe helyezni, így a magyar vállalkozó megkapta a lehetőséget, és utána szépen továbbadta, tehát kikerült egy kicsit az önkormányzatot. Most ezt próbáljuk valamilyen szinten kezelni, de tudomásul kell vennünk, hogy ez nem lehet olyan kordába tartani, mint ahogy ez kívánatos lenne, de azt is el kell ismerni, hogy ez a piac akkor tud igazán jól működni, ha a piacon a kereskedők, vállalkozók, eladói, hogyha a tulajdonos nem is, de az eladók azok perfekt beszélik a horvát nyelvet, hisz valóban ott jelenik meg a vásárlóerő elsősorban, ahol kontaktust tud teremteni, és meg tudja beszélni, hogy mit is akar vásárolni. A körülmények folytán kellett eljönnünk Boszniából, és itt kötöttünk ki Magyarországon. A feltételek nem voltak éppen a legjobbak, így egy vállalkozás beindítása mellett döntöttünk. Nem volt valami kedvező a fogadtatás, de annyit azért megkeresünk, hogy túléljük a legrosszabbat. Ruházati cikkeket árusítunk, ebből pedig nagy a kínálat, de azért elégedettek vagyunk. Egyébként nincs szándékunkban itt maradni. Ha csendesedik a helyzet Boszniában, mi is haza fogunk térni. Otthon is volt egy cégem, vállalkozó voltam. Megvárjuk, hogy miként alakul a helyzet, de van néhány barátom, akik már visszatértek a szabad területekre. Ahonnék mi jöttünk, Rücskó környékéről, az a terület még megszállás alatt van, de a Daytoni szerződés értelmében oda is lehetővé válik majd a visszatérés. Említette, hogy Boszniában is vállalkozó volt. Ha összehasonlítja korábbi tapasztalatait az itteniekkel, mi a véleménye a magyar kereskedelemről, törvényekről, piaci feltételekről? Ami a törvényeket illeti, igazán liberálisnak tartom őket, kedvezőek mindenki számára, aki pénzzel, tőkével rendelkezik, és itt akar szerencsét próbálni. Elégedett a keresettel? Igaz, hogy erős a konkurencia, de annyit megkeresünk, hogy kifizethessük a lakbért és egyéb kötelezettségeinket a társadalom felé. A vásárlók milyen arányban magyarok, illetve külföldiek itt a harkányi piacon? 90%-a külföldi. Nagyon kevés a magyar vásárló, inkább a külföldiek zöme, azok vásárolnak. És mik a legkeresettebb árucikkek? Hát a csizmák, a kabátok, sál, sapka, ezeket jobban vásárolják. Mi a jellemző, milyen összegeket hagynak itt egy-egy vásárlás alkalmával mondjuk egy-egy család? Hát nagyon keveset, például egy kabát 4000 forintba kerül, hát nem igen költekeznek végül is. Ami fontosabb, azt veszik meg inkább. Így január végén milyen a forgalom, gondolom? Decemberben sokkal jobb forgalom volt itt. Hát igen, decemberben, hát a karácsony hete az elég jó volt. Hát most nagyon gyenge a forgalom. A január, meg még talán február is ilyen lesz, és nem tudjuk még, majd meglátjuk. Nagyon kevesen vannak egyébként. Sokan csak nézelődnek, körülnéznek, kevés a pénzük, nincs pénz. Az első években akkor még elég jó volt. Kevesebben voltunk, akkor a külföldi vállalkozók is kevesebben voltak. Azok csak ilyen gibicek a horvátokhoz, mert a horvátok azok a legnagyobb vásárlók, és azok azért rendesen vásárolnak is. Németek általában a keleti régióból jönnek, azok inkább csak ilyen nézelődők, árakat összehasonlítgatnak, meg ilyesmi. Horvátok azok ismerik az árakat, több helyen minőséget megszokták, azok jönnek, megnézik, vásárolnak, ha megtetszik nekik. De inkább a gyerekeknek, a fiatalabbaknak, azoknak veszik a drágább dolgokat, a szülők inkább kevesebbet fordítanak önmagukra. Siklós és Harkány térségében azonban nem csak a vásározás kereskedelem virágzik, a külföldi tőke a vendéglátóiparba és egyéb vállalkozásokba is beszivárgott. Elsősorban a bérbeüzemeltetés valósult meg. Ennek elsősorban az az oka,
hogy a nagyobb vállalkozók vásárolni szerettek volna, de a nagyobb objektumok értékesítésétől az önkormányzat elzárkózott, mert az egy tartós letelepedést jelentett volna, és Harkány mérete túl kicsi ahhoz, 3500 lakos túl kevés ahhoz, hogy egy 1000 menekült, amint az utóbbi időben is még 1000 menekült van, hogy ezek közül egy nagyobb számban letelepedésbe induljon, hisz az megváltoztatja az egész település életét, jövőjét. Talán ez nem lehet érdekünk, hisz egy minőségi turizmus irányában próbáljuk terelni a település életét, és az idei év német vendégforgalma mutatja, hogy jó úton haladunk. Tehát jól felfogott érdekünk, hogy egy picit visszafogjuk ezt a letelepedési szándékot, és egy kisebb létszám úgyis be fog következni, ezt nem lehet meggátolni, de ez kisebb létszámban jelenjen meg a településen, ami nem befolyásolja a településnek a jövőjét alapvetően. A Pécsi FEMA bevásárlóközpont a 90-es évek elején azzal a nem titkolt szándékkal épült, hogy a város és a régió mellett a horvátországi vásárlók igényeit is kiszolgálja. A nyitás időszakában éppen belenyitottunk a polgárháborúba, arra az időszakra ez nem volt jellemző. Rá egy évre, amint a határmenti háború befejeződött és Boszniába terelődött át ugye a hadszintér, azóta érezhető ismét a horvát bevásárlóturizmus, és megvalósult tulajdonképpen az az elképzelés, hogy a Pécsváros és a régió mellett a turistáknak is, úgynevezett bevásárló turistáknak is otthon tudtunk adni a FEMA bevásárlóközpontba. Éves szinten közel 1 millió vásárlónk van, fizetővevőnk van, úgy mondjuk ezt. Ennek körülbelül 30%-át testesíti meg a horvát bevásárló turizmus. Nevezetesen ez 300 000 vásárlót jelent. El kell mondanunk, hogy nem folyamatos még ez az úgynevezett bevásárló turizmus. Nagyon rapszódikusan jönnek, nagyon odafigyelnek, hogy mit vásárolnak, nagyon árérzékenyek. Sok esetben látszik az, hogy családostól jönnek, valakinek a kezébe a számítógép, másik kezébe a kis notesz, írogatják az árakat, átváltják a valutájukat, körülnéznek, utána elmennek, megnézik a városba az árakat, és késő délután van mindig egy ilyen felfokozott forgalom, amikor mennek hazafelé. Ez nekünk is egy visszajelzés, hogy az áraink ezek szerint jók voltak, és hazatérve, betérve itt vásárolják meg a szükséges áruikat, amit elképzeltek. Vidím kúpili speciálu hrpu námi, látom sok élelmiszert vásárolt. Mennyi pénzt költött? Mint egy 50 márkát, 100-at. Megéri itt Magyarországon vásárolni? Megéri, féláron vásárolunk. Milyen gyakran jön át? Hetente legalább egyszer. Barcson a 91-es évben kezdődött a horvát bevásárlóturizmus, és a háborús időszak után a tavalyi évtől egyre magasabbra ível. És itt is megjelentek a horvát befektetők. Elsősorban az italboltok és az éttermek vonatkozásában érdeklődők, és úgy tudom már, hogy jelen pillanatban horvát tulajdonosok is, illetve bérlők is üzemeltetnek ilyen egységet. Mi magunk is próbálkoztunk azzal, hogy Horvátországban élő emberek a magyar, illetve a viroviticai barcsi kapcsolatokat erősítve vegyes vállalati formában üzemeltessenek cégeket. Így ilyen formában szerettük volna, hogyha Verőcén létrehozott üzlet, melyben a Barcsi Kemikál, a Balatonboglári gazdaság is jelen van, meg több más egyéb magyar vállalat. Szerettük volna, hogyha Barcson ugyancsak létesül egy horvátországi vállalkozókat, vállalatokat összesítő konzorcium, amely itt adna el Magyarországon. Ez utóbbiból sajnos nem lett ez ideig semmi, és ilyen módon csak az előbb említett gazdasági tevékenységet folytatják városunkban. Barcs polgárai miként vélekednek erről? Barcs polgárai nyilván kétféleképpen vélekednek erről. Az egyik oldalon örülnek azok a kereskedők, és én is ezekhez tartozom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a város a századbeli kereskedővárosi rangot próbálja visszanyerni. Barcson elfogadottá vált
az emberek részéről ez a nyüzsgés, ami mindez ideig nem okozott konfliktus helyzeteket. Egyetlen probléma az, hogy a parkolóhelyek rendkívül kihasználtak, ezért a barcsi emberek számtalan esetben nem tudnak parkolni, és az üzletekben bizony nagyon komoly gondot jelent az, amikor hosszú perceket, esetleg 10 perceket kell várniuk a sorban azért, mert azt a pár forintos értékű vásárolt terméket ki szeretnék fizetni, előttük horvátok állnak sorban. Barcs és Szigetvár polgármesterei január végén írtak alá együttműködési megállapodást a horvátországi Podravska Slatina és Verőce városok képviselőivel, melyben a gazdasági együttműködés jelentős szerepet kapott. Elképzeléseik szerint az építőipar és a mezőgazdaság terén alakulhatnak ki az első kapcsolatok. A drótot, betonvasat milyen céllal vette? Fóliának kell, kertészkedni fogunk, és itt minden olcsóbb. Mekkora az árkülönbség? Amit vettünk, az 50%-kal olcsóbb. Mit vettek ezen kívül? Pelenkát a kisbabának. Gyakran jönnek? Havonta egyszer, rendszeresen. Megéri benzinköltség, utazás? Megéri. Az említett 50%-os árkülönbség nem érvényes minden árucikre, de még így is igen széles azon áruk skálája, melyekből nem csak a kiskereskedők, hanem a nagykereskedelemmel foglalkozó üzletemberek is jelentős profitra tesznek szert. Ám a megkeresettek közül egy sem vállalta a nyilvánosságot. A délszláv háború kirobbanása előtt Mohács egyike volt azoknak a városoknak, amelyek itt a déli régióban igazán komoly bevásárlóközponttá váltak, hiszen a Jugoszlávia területén nagy számban jöttek bevásárló turisták. 91 óta az udvari határátkelő le van zárva, és gondolom jelentősen csökkent a bevásárló turizmus is. Gyakorlatilag a felére csökkent, mondják a bevásárló turizmus, megítélésünk szerint és közvetlenül helyben lévén tudom, hogy ez 30%-ra csökkent, tehát jóval a harmada körül van, mint ami tulajdonképpen 91 közepén még létezett nálunk Mohácson. Ennek az a komoly jelentősége, úgy, hogy a vállalkozói szféra pontosan erre a turizmusra indított el már 90-ben egyfajta beruházási programot. Ezek a programok megvalósultak 91 nyarára, de ugyanakkor már nem tudtak működni. Tehát egy komoly veszteség a városban a lakossági oldalon, hát nyilván ez az adózás is egyéb tekintetben az önkormányzati jelentés mintébe érinti. A szétszakadt Jugoszlávia rokoni kapcsolatokban azért összefügg még ma is, és azzal, hogy itt nálunk még ma is 700 menedékes él, melyikből közelítően 100 vajdasági, természetes dolog, hogy a rokoni látogatásokat valamilyen szinten megpróbálják megszervezni. Én úgy gondolom, hogy jelentős bevásárlásokra nincsen mód, az ő anyagi kondíció mellett sem. Most persze arra gondolok, hogy még 91 nyarán 10 karika trapista sajtot vittek magukkal haza, addig most egyet, szóval azért ilyen arányeltolódások vannak, de természetesen alapvető élelmiszereket és háztartási cikkeket vásárolnak ma is. Ennek a jelentősége és mértéke azonban, ahogy az előbb már mondtam, ha 100-nak veszik, bázisnak veszik a 90-es, 91-es éveket, akkor ez egy harmadára csökkent le. Siklós és Harkány térségében az a jellemző az ott élő menedékesekre, hogy sokan vállalkozásba is kezdtek, hiszen eltelt közben 4 év, és nem sok minden történt a visszatérésüket illetően, és valamiből élniük kell ezeknek az embereknek is. Jellemző-e Mohácson is ez a vállalkozói kedv? Nálunk Mohácsot másként jelenik ez meg. Két vagy három vállalkozásokon kívül nem igen van több, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a 700 menedékes számot illetően mintegy 200 gyerekről van szó, közelítően 200 nyugdíjasról, és csak a többi, amelyik tulajdonképpen valamilyen szinten munkaképes, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az országban a legnagyobb menedékes iskolarendszer van Mohácson a horvát menedékesek számára, ami azt jelenti, hogy 50-60 pedagógus
működik itt. Tehát most ezeket mind, meg, ha a létszámot megtisztítjuk, akkor kiderül, hogy nem sokan vannak, akik tulajdonképpen vállalkozói szférába tudnának mozdulni, akik mégis, vagy meg szándékoztak települni, azok hivatalon keresztül és a menekültügyi főbiztosság ajánlatára kértek egyszeri támogatást, és kaptak is. Az emlékezetem nem csak 12 családot segített meg eddig a menekültügyi főbiztosság, nem jelenték tőzs, de azért 200-220-250 ezer forintos egyszeri támogatás valamire alkalmas már egyfajta kezdéshez. Itt mi vállalkozóink viszont a Mahácsi Vállalkozók elsősorban a mezőgazdaságban dolgoznak. Én abban reménykedem egyébként, hogy most a következő néhány hónapban, ha sikerül a rávaszögbe az idegmenes igazgatást bevezetni, ami ugye a párizsi szerződés egyik alapkérdése, akkor ki tudjuk nyitni az udvari határt, és akkor valahol megint helyreáll a rend. Hiszen ne felejtsük el, hogy pontosan ilyen megfontolásban még a Mecsek Fiszét is létrehozta a Dáliáját, nem kevés pénzért, és létrehozott egy C+C-t is. Ugyanilyen megfontolásból, hát sajnos most kicsúszott alulunk ez, de én reménykedem, hogy az év végére visszakapjuk egy kicsit ezt a lendületet, és működni fog. Bevásárló turizmus egész Európában van, bár korán sem biztos, hogy hasonlóan szabályozzák, mint nálunk. Nemrégiben jelent meg dr. Kecskés László pécsi jogász professzornak egy méltán nagy visszhangot kiváltó könyve EK jog és jogharmonizáció címmel. Túl azon, hogy a pécsi egyetemi tanár már sikeres jogi diplomáciai múltat, akadémiai doktorátust tudhat maga mögött, az említett példából a laikus számára is élményt nyújtó, a kulisszák mögé is bepillantás engedő információkkal szolgál a hétközben nézőinek. Az egyetemi hallgatók szerint az ön előadásai rendkívül színesek és az élethez szólnak. Például mondjuk a nemzetközi jogrendszer és jogharmónia szempontjából vannak-e olyan kuriózumok, vagy az emberhez közeli témák, amiket úgy szívesen megemlítene? Rengeteg ilyen téma van, hát évente Brüsszelben 3-4 ezer rendeletet, tehát a tagállamokban közvetlenül hatályba lépő jogszabályt készítenek, ezek az európai törvények, az élet legkülönbözőbb jelenségeit érintik ezek. Az első irányelv, amit 1962-ben adott ki a közösség, az ételt színező anyagokról szólt, arról volt nagy vita, hogy milyen mértékben, milyen színű festékeket, hogy bírnak ki az emberek, hogy lehet ezeket alkalmazni élelmiszerek színezésére. Másik híres eset, 11 évig csak azzal foglalkoztak a közösségi jogászok, hogy a villás emelőjű targoncákra milyen jogi szabályozást adjanak. Ez volt a híres tragikomikus forklift truck irányelv. Van olyan angol ismerősöm, jogász ismerősöm, aki 11 évig tényleg csak ezzel a jogi kérdéssel foglalkozik. Látszik is rajta azóta, és nem tudta ezt kiheverni, pedig már a munkának 70-es évek közepén vége lett. Nagyon híres ugye a Bosman ügy. Egy holland származású belga focistának a pereskedése volt egyesületével szemben. Két jogszabály ugye készül. Ettől, elnézést, ettől félnek most ugye a magyar labdarúgó szakemberek is, hogy ez a saját nevelésű játékosok értékesítését akadályozza. Igen, ennek az ügynek a hullámjai Magyarországra is már elértek. Én azt hiszem, hogy közvetlenül nem kell még félni a Bosman ügy hatásaitól. Számomra azért is tanulságos ez a Bosman ügy, mert ahogy ezt Magyarországon kommentálják, nagyon jól látszik, hogy mennyire sok tanulnivalónk van még az európai közösség jogáról. Készül mostanában két jogszabály nagyon nagy publicitással. Brüsszelben az egyik a könnyűzenei kvótaszabályok nemzeti jogokban meglévő korlátainak a feloldása. A francia jog és az ír jog alkalmaz olyan megkötéseket a könnyűzenei műsorokkal kapcsolatban, hogy 40-30%-ban csak hazai szerzők, előadók műveit lehet játszani. És egy másik, az ilyencek számára érdekes téma, a csokoládégyártás, a kakaóvaj felhasználásnak a mértéke, a kakaóvaj és a növényi zsiradékoknak a felhasználási arányáról van egy óriási vita. A klasszikus kakaótermelők, mint Hollandia,
illetve a növényi iradékok terén jó termelési eredményekkel rendelkező ország, mint Anglia, ezen veszekszenek, hogy legyen-e egy 5%-os kvóta, vagy ne legyen. Szóval ilyen apró technikai kérdések, üzleti, gazdasági kérdések, sokszor egészen jogfilozófiai kérdésekig elvezetnek, ezért érdekes többek között a közösségi joggal foglalkozni. Egy laikus magyar ember azt gondolná, hogy de jó megy nekik, hogy ilyen apró kérdéseken évekig el tudnak töprengeni és vitatkozni. Az is egy érdekes sajátosság a közösségi jognak, hogy nem lehet tudni, hogy mik az apró kérdések, illetve hogy melyik apró kérdésből milyen nagy globális kérdés kerekedik ki. Volt ilyen 78-as ügy, a dijoni ribiszkecörp ügye. Ez egy enyhén alkoholos ital volt, és hát nagyon érdekes módon jelentkezett ez az ügy. Egy francia szabály, meg egy német szabály ütközött. Itt felvetődött az is, hogy az alkoholizmus ellen más alapállással harcolnak. Franciaországban más alapállással harcolnak, Németországban. Németországban például a 0,32% alatti alkoholokat nem engedik forgalomba hozni. Ott egy olyan fölfogás érvényesül, hogy hozzászokhat az emberi szervezet az enyhén alkoholos italok használatától az alkohol élvezetéhez. Úgy francia megközelítés köztudottan egészen más ezzel kapcsolatban. Szeretném megírni azt, hogy ez legyen a fő problémánk. Professzor úr, van elég problémánk. Ön helyettes államtitkárként, mint jogász, hogyan élte meg a politikát, illetve a jogi problémák megoldását? Nagyon nagy élmény volt számomra. Én szakmailag romantikus alkat vagyok, tehát mindig, amikor a magyar polgári törvénykönyvben dolgozhatok, illetve hát újabban, amikor az európai harmonizációval foglalkozhatok, akkor kész vagyok arra, hogy a tanszéki asztalomtól időlegesen felállja. Két hosszabb időszakot töltöttem az igazságügyi minisztériumban, 85-88 között 3 évet törvényszerkesztőként, majd 90-től 95-ig, akkor Amerikából visszajöve helyettes államtitkárként. Az európai közösségi joggal kapcsolatban én tárgyaltam a jogi kérdéseket a társulási szerződés előkészítése során. Nagyon nagy élmény volt, és egy nagyon kemény feladat volt. Brüsszel egy külön világ, egy óriási hivatalnoki apparátus, egy nagyon sajátos munkastílussal, gondolkodási móddal, és ezt meg kellett tanulni. Václav Klaus mondta azt, hogy nem szabad a közép-kelet-európai országoknak térden csúszva Brüsszelbe érkezni. Ez egy fontos dolog. Nem szabad kapkodni, meg kell őrizni azokat a nemzeti értékeket, amik erre érdemesek, nem föltétlenül kell mindent föladni. Egyébként a közösségi jog ad is erre lehetőséget. Úgy érzem, hogy ehhez kapcsolódik akkor az a végső konklúzió, hogy a jogharmonizáció érdekében a mai magyar jogalkotásnak kell-e és hogyan kell változnia? Nagyon sokat kell változni szemléletileg is. Egy liberális alapvonalat kell a magyar jogba behozni. Ez a közösségi jog filozófiájának a lényege, hogy az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlását biztosítani kell. Mert ez még nincs meg? Ez csak részben van meg. Ez részben van meg, és egy óriási mennyiségű technikai munka is előttünk áll. Ebben a munkában belekezdtünk egyébként, és szép eredményeink vannak, úgyhogy tulajdonképpen hát az élen állunk a csatlakozni vágyó országok körében. De van egy nagyon fontos szemléleti dolog, én ettől félek, hogy a magyar politikusok még nem értették meg minden következményét a jogharmonizációnak. Például van ennek a jogharmonizációnak egy úgynevezett záróhatása. Ez azt jelenti, hogy ha egy tagállam átvesz egy közösségi jogszabályt, akkor az adott jogi szabályozási tárgy tekintetében a nemzeti jogalkotási szuverenitásnak egy részét Brüsszelre bízza, Brüsszelre ruházza át, tehát ahhoz a szabályozási tárgyhoz, ahol megtörtént a nemzeti jogharmonizáció, a nemzeti jogalkotás nem nyúlhat hozzá többet. Ezt még azt hiszem, hogy a magyar parlamentben nem értik, nem látják előre ezeket a következményeket.
Nem csak a jogi szabályozást, de a köznapi gondolkodást is közelítenünk kellene a fejlettebb országokhoz. Ilyen például a természet és állatvédelem, melyet nálunk sokan nem tartanak fontosnak. Valószínűleg mindannyian jól ismerjük az elefántot vagy a pingvint, de vajon fel tudjuk-e sorolni a 9 magyar kutyafajtát? Talán majd a felnövő nemzedék, amely ellátogat a nemrég átadott Pécs-Somogyi Természet és Állatvédelmi Oktatóközpontba, amelyet az átadás előtt kerestek fel munkatársaink. Ez az állatmenhely egy kicsit tágabb problémakkal tölel fel, mint egy hagyományos állatmenhely. Kutyák mellett macskákkal is szeretnénk foglalkozni, egyéb díszállatokkal. Emellett szeretnénk egy oktatóközpontot létrehozni, amelynek keretén belül működne maga az állatmenhely is. Nagyon fontosnak tartjuk az oktatást, és hát lesz egy nagyon komoly természetvédelmi funkciója is a területnek, ahol hazai állatfajtákat szeretnénk majd bemutatni, megismertetni diákokkal, felnőttekkel egyaránt. Gyakorlatilag augusztus 9-e óta vagyunk biotopban itt ezen a 6,5 hektáros területen, ami 14 épületből áll, ezek közül 9 gyakorlatilag hasznosítható, befelújítási munkálatok természetesen szükségesek. Tömbösített órákkal és egy jó szervezéssel egy diákcsapat ki tud idejönni, el tudja végezni azokat a munkákat, amelyeket ő elgondol, illetve amelyeket mi ajánlunk. Ugyanúgy nyelvi táborozásokkal is folyhatnak ezek a munkák, és egyfajta erdei iskola szisztémával, amit sokan sokféleképpen értelmezünk, de a lényeg valahol mégiscsak az, hogy a gyerekek közvetlen kapcsolatba kerüljenek az állatokkal, a természettel. A legfontosabb funkció most mégis az, az önkormányzattal kötött szerződésünk értelmében, hogy a kóbor kutyákat elhelyezzük. Ezt részben indokolja is, hogy a Pécsi Szigeti Tanya megszüntetését kimondta az önkormányzat. Ezt a funkciót kell nekünk átvállalni, ennek fejébe támogatott bennünket egyszerű alkalommal a Pécsvárosi Önkormányzat. János, saját munkahelyén, saját kutyatelepén vagyunk. Ehhez hasonló lesz majd az egyesületnek a területe is? Körülbelül ebbe az épületbe véleményem szerint egy olyan 200 kutyát így ilyen szisztéma szerint el tudnánk helyezni. Folyamatosan áttelepítjük az egész Szigeti Tanyán lévő kutyaállományt, utána a gyepmester, amit a város területén befog kutyát, azt először ő náluk helyezik el egy 8 napig, amíg hát ha jelentkezik a tulajdonosa, a gazdája, addig kiválthatja, és utána átkerülnének ezek a kutyák is ide. A sérült állatok gondozásánál mi elsősorban olyanokra gondolunk, mint például a gólyák, egevészőévek, akik itt ezen a 6,5 hektáros területen, ahogy mondtam is, amit szintén nagyon fontosnak tartok, egy jó természeti környezetben elhelyezkedő területen, tehát maga táj is esztétikus, én úgy gondolom, nagyobb teret tudunk ezeknek az állatoknak biztosítani, jobban gyógyulhatnak a sérüléseik, például egy tövött szány jobban regenerálódhat orvosi segítséggel, természetesen nagyobb mozgás lehetőséget tudunk biztosítani az állatoknak, és így majd a megfelelő segítséggel újból esetleg még a természetes környezetükbe is visszajuttatható majd az állat. De ugyanúgy a kedvencekkel vagy a háznál tartott állatoknál szintén valami hasonló a helyzet. Ahogy mondtam, kutyákra nagyon régóta koncentrál, szinte mindenki a legakutabb probléma, legjobban látjuk, hogy a kutya mászkál az utcán. De még nálunk szokatlan csak itt Magyarországon az, hogy macskákkal kellene foglalkozni, például díszmadarakkal. Nyáron gyakran lehet velép csapatokban találkozni, például papagájokkal. Ami látványosnak látványos, de télen az a papagáj elpusztult, tehát nem igazából tudja felvenni ezt az életformát. A húsvéti nyulak problémája szintén azt hiszem elég ismerős, megveszik a gyerekeknek a kis nyulat, felnőtt, nem tudnak vele mit kezdeni. Tengeri malacok, ékszerteknősök, ugye amikor egy ékszerteknős eléri azt a tenyérnyi nagyságot, akkor már több problémát okoz, nehezebb tartani. Ezekkel a feladatokkal szeretnénk mi vállalkozni, ezeket a feladatokat szeretnénk ellátni, ahogy mondtam, lépcsőzetesen.
Múlt kedden sugározta a stúdiónk azt a műsort, amely 75. születésnapján készült Orsós Jakabbal az Alamegyei Gellén házán. A cigányok nagy örege, író, néprajzos fafaragó, akinek gyökerei a cigányságból erednek és vissza is hatnak oda. Erről beszélnek a nagykanizsai cigány önkormányzat munkatársai, akik sokat tanultak Orsós Jakabtól. Mit jelent önöknek Orsós Jakab közelsége? Hát azt hiszem, hogy az Orsós Jakab Zala megyében, illetve Nagykanizsáron azt lehet mondani, hogy egy olyan alapot ragott le, amely a cigányságot pozitív értékben nagyon előre tudta vinni. Itt elsősorban az önkormányzatiságra gondolok, és valakiknek le kellett rakni ezt az alapot. Orsós Jakab Zala megyében ezt az alapot azt hiszem, hogy annyira lerakta, hogy szilárdan áll, és azt lehet mondani, hogy egy nagykanizsai kisebbségi önkormányzat valóban el tudott indulni olyan folyamaton, amely Európa szintű, az oktatás terén. Az oktatásban el lehet mondani azt, hogy 14 általános iskolában, mind a 14 általános iskolában cigány történelmet oktatunk, ami azt jelenti, hogy Oraszánkeletben jelen vagyunk, és képviseljük a cigányságnak a pozitív dolgait, illetve bemutatjuk a kultúráját, hagyományát, illetve a mesterségeit. És aztán most folyamatban van az is, hogy a középiskolákba is eljutnak. Hál' Istennek, hogy eljutottunk odáig, hogy a középiskolák is fogadókészséget mutatnak, és nagy öröm számunkra az, hogy elmehetünk a középiskolás fogadóközösségek elé. Bízunk abban, hogy sikerrel helytállunk, és abban is nagyon bízunk, hogy nem lesz öncélú ez a program, hanem szeretnénk azt a nagyon-nagyon nagy hiányfelületet, amit a gyakorlatilag a hiányos cigánykép ölel föl, vagy foglal magában. Szóval szeretnénk segíteni a gyerekeknek, tálalni szeretnénk olyan információkat, amelyeket, hogyha képbe hozhatnak önnön maguk számára, akkor egy icipicit megváltozhat a képük a cigányság egészéről, vagy éppen egy cigány közösségről, csoportról, ami Nagykanizsán működik. És hát az itt lakó nem cigányok is másképpen néznek most már önökre, ugye? Ez egy közvetett cél természetesen, ezzel is számolunk. Mi nagyon bízunk abban, hogy ez ilyen tudatos, módszeres, pozitív kép tálalás során azok, akik figyelik a nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat tevékenységét, akár az oktatást említve is. És a szakköröket is, ne hagyjuk ki. És a szakköröket is természetesen, és még mondhatnék néhány megnyilvánulást, ami az ünnepek rendezését illeti akár, akkor azokban az a tudatformálási lehetőség, egyáltalán a pozitív irányú elmozdulás mindenki számára adva van. Mi nagyon bízunk benne, hogy a munkánk az, hangsúlyozni szeretném, nem öncélú, és mindenki meg fogja érteni ennek a jelentőségét, és mindenki fog tudni, akik figyelik természetesen, profitálni ezekből a kulturális tálalási módokból. Feri, mi lesz a következő lépés? Mi az, amin most gondolkodnak, amit szeretnének megvalósítani? Mert tulajdonképpen már nem a következő, mert hiszen tavaly elkezdtük a cigány közgyűjtemény létrehozását a kisebbségi önkormányzaton belül. És hogy ez hogy függ össze Jakabbal, arra a legjobb példa, a legjobb metafora talán a híd, hiszen a Jakab, miután magyarul ír cigány emberek életéről, az ő saját életéről, így ő egy híd, a cigány és a magyar nép között, és úgy gondoljuk, hogy ez a híd szerep érvényes az önkormányzatra, és különösen érvényes arra az közgyűjteményre, ahol éppen az a fő cél, hogy a magyarokkal megismertethessük a cigány kultúrát, és a cigányokkal a magyar kultúrát. Így gyűjtünk, és így is próbálunk majd szolgáltatásokat nyújtani. És hiszem ez a jövő, és végülis a múltunk is ez, és ez nem is magában önálló egy egység, hanem szerves része ez a közgyűjteménye az oktatásnak, mert hát hiszem az oktatás is egy híd, hiszem az iskolákban is arról van szó, amiről a Jakab ír, hogy vannak pozitív értékek, és vannak olyan negatív értékeknek, aminek van magyarázata. Tehát, hogy egy párbeszédet folytassunk mi egymással, cigányok cigányokkal, cigányok magyarokkal, magyarok magyarokkal. Azt hiszem, hogy ez az értelme a közgyűjteménynek, és végső soron ez az értelme, az egyik értelme Orsós Jakab bírói munkásságának is. Mert hiszen Orsós Jakab a maga személyében cigányíró, magyar cigányíró, világirodalmi érték. Ez így együtt. Sokunknak nagyon elege van már a télből, vannak azonban, akik örülnek a hosszúra nyúlt kemény hidegnek. A balatoni halászok a szószoros értelmében a jéghátán is megélnek, ugyanis most termelik ki a tóból azt a jeget, amellyel majd nyáron hűtik a kifogott halakat.
vágás. Régi módszer arra, hogy nyáron a halat lefagyasszák. De nem csak régi, olcsó is. A Balaton a jeget ingyen adja, a jéggyár pedig drágán. A halászok viszont keményen megdolgoznak a fizetésükért. A Keszthelyi öbölben felvételünk idején 12 ember töltögette szorgalmasan a 750-800 tonna jégtárolására alkalmas jégvermet. Az ide mikor kezdték a jégvágást? Hát január hóva folyamatosan ment a jégvágás, egy pár vagon jeget bevágtunk már az első befagyáskor, november vége decemberbe, utána megolvadt a jég, és most tulajdonképpen januártól folyamatosan termeljük. A nagy hideg kedvez a munkának, mivel gyorsabban hízik a jég. Már 10 cm-es vastagság esetén meg lehet kezdeni a kitermelést. Most hány cm-es a jég vastagság? Hát most körülbelül a jég olyan 25 centis, de itt, ahol most jelenleg állunk, itt, mivel hogy nagy mennyiségű hó is esett a jégre, és ugye ez gátolja a jég hízását, emiatt szivattyúval egy hízalásképpen meg lett locsolva, és tulajdonképpen az is összefügyött, tehát van olyan hely, ahol 40 centis jeget vágunk. A jégből először egy nagy táblát hasítanak ki fejszével. A jégszigetre ugorva irányítják azt a szárazföld felé. Part közelben nagyobb darabokra vágják a nagy tábla jeget, majd csáklyával felhúzzák az úgynevezett hídra. Ezt az építményt csak a kitermelés idején állítják fel, utána elbontják. Itt tovább szeretelik a jeget, majd a körülbelül 30-50 kg-os darabokat futószalag segítségével csillére szórják. Egy kicsit nekem is fázik a lába, megvallom maguknak itt a kumicsizmába. Hát nekünk is fázik, úgy mint egy másik embernek, úgyhogy itt nem probléma az, hogy nem mozog állandóan, aztán úgy van, hogy át figyelmen kívül hagyja az ember ezt. A csillét a körülbelül 100 méterre lévő jégverembe tolják, mely egyébként nem is verem, mivel a föld felett épült, s ezért egyedi. Az 1992-93-as felújítása óta ez lesz az első alkalom, hogy sikerült teljesen megtölteni jéggel. Ha megtelik az épület és megjön a jó idő, fóliával borítják le a jeget, a fóliára pedig 30-40 cm-es szalmaréteg kerül. Nyáron aztán a jégtömbből lehasított darabokat kosárba rakják, majd a kásás jeget a frissen kifogott hallal keverik. Ezután a Balaton lellei feldolgozóba szállítják a hűtött halat, ahol fogyasztásra alkalmassá készítik elő. Kedves nézőink, a Pécsi Körzeti Stúdió Hétközben című magazinműsorát látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!